Mi még nem jártunk iskolába, még a ABC-t nem ismertük, és hát a mi gyerekkorunk nagyobb része avval telt el, hogy hát bizony a papának kellett segíteni. És hát mi az előadások szövegét, hát előbb tudtuk, mint a könyvből a meséket. Hát úgy segítettünk, hogy a marionett játékoknál volt táncos jelenet, akkor fel kellett tenni hanglemezt a gramofonra, és hát a gramofont, hát mi gyerekek, hát nem tudtuk fölhúzni rendesen. Amennyi erőnk volt, sámlit tettünk oda, ugye ott volt a sámli, föl kellett állni, és úgy tekertük a kurblit, és a papa színes címkéket ragasztott rá a grabofon lemezre, már színeket azokat már ismertük, ugye? Hát a zöld, sárga, kék, vörös, hát az minden gyerek ismeri. És azt tudtuk, hogy a zöldet erre kell tenni, a pirosat arra kell tenni, a Mickey Eger az a kékre táncolt, és így mindig föltettük pontosan a lemezeket, elindítottuk. Hát mi akkor is játszottunk, mert ez nekünk mind játék volt, ugye? Jöttek ide a ligeti srácok, haverok, és hát itt rondlabdával fociztunk. És hát jött két-három kuncsaft, beültek a nézőtérre, akkor mama elkezdett kiabálni, azonnal gyertek be előadást. És bizony, hát be kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor előfordult, hogy szittuk a közönségét, a fene egyen meg abban már megint be kell menni dolgozni, olyan jót focizunk. Na, hát szóval így telt a gyerekkorunk. Mikor látta a papa, hogy hát mi, hát van kedvünk a bábokhoz, akkor a faragott nekem egy kicsike kis Mickey Egeret. És akkor a papa látta már, hogy hát már elég jól csetlik, botlik az a kis figura, akkor felzsidorozta arra megfelelő hosszú méretűre, és hát ez volt tulajdonképpen az én első nagy-nagy szereplésem. Hát mikor már hát így jártunk az iskolába, akkor a papa írt egy olyan darabot, az volt a címe, hogy Pótvizsga. Ez egy iskolai bábjáték volt, és a papa játszotta a tanítóbácsit, én játszottam a Vitéz Lászlót, és az öcskös játszotta a Frici Pajtát. Hát persze a papa még közben dolgozott is. Ilyen filmkölcsönző vállalat volt. A papa volt a titkár, és helyettes pénztáros volt. Úgyhogy ő délelőttől itt mindig ott dolgozott. És akkor délután hazajött, akkor itt lejátszott az előadásokat, utána neki állt farag, hány éjszakán át mamával együtt dolgoztak. És na, hogy akkor a papa faragta ezeket a bábokat, én délelőttönként előszedtem azért, előszedtem a papa vésőit, a színpad alul titokban kiúztam, mert megtiltotta, hogy nem szabad, mert féltett, hogy összevagdassuk magunkat. Én meg titokban előszedtem ezeket a vésőket, meg ezeket a bicskát, és közönséges tűzi fából elkezdtem farizsgálni. És a papának a Vitéz Lászlóját, ahogy tudtam, én úgy megfaragtam. És hát mindig a srácok hívtak, hogy gyere, megyünk focizni, vagy rollerezni, vagy valami. És én nem mentem. Jobban izgatott a farizsgálás. A mama észrevette, és valószínű elmondta a papának, hogy én nagyon csöndben vagyok. És egyszer a papa úgy jött haza, hogy hát én nagyon belemerültem ebbe, mert már kezdett kialakulni a formája, és a papa meglesett. Így itt jött be, és szépen csöndbe, egyszer csak megszólalt mögöttem. Hát te mit csinálsz itt? Megijedtem, el akartam tüntetni, na jó van, mutass csak, mit csinálsz. És akkor látta a papa, hogy mit faragok, akkor azt mondta, jó van, nem kell többet dugdosnod,
nehogy valami baj legyen, nyugodtan, csak a kezedre vigyázz. És mikor elkészültem a faragás, megfaragtam a kezét is, lábát is, mindent, akkor a papa segített megfesteni, a mama megvarta hozzá a ruhát, és büszkén mondom, de nagyon büszkén mondom, a papa játszott vele először, itt a színpadon. Az én első Vitéz Lászlómmal.